Go Local, azaz Fogyasz helyi terméket címmel szerveztek műhelytevékenységet a Régiók Bizottságának épületében, Brüsszelben, a Régiók és Városok Európai Hete rendezvénysorozat részeként. Hargita megye székely termékekkel mutatkozott be az európai küldöttek előtt. A székely termék mozgalmat ismertette Brüsszelben Bortból Csaba Hargita megye tanácsának elnöke, a Régiók Bizottságának tagja. Megfogalmazódott egy interregionális csoport létrehozásának igénye, amely a fenntartható uniós élelmiszerpolitika témáját karolja fel, különös hangsúlyt fektetve a hagyományos és helyi termékek előállításának fejlesztésére és a helyi kistermelők támogatására. A rendezvényen jelen volt Winkler Gyula EP képviselő is, aki a hasonló bemutatók fontosságát hangsúlyozta. Nem tudunk támogatókat odaállítani, hogyha nem ismernek bennünket itt Brüsszelben, Európában. Ezért az, hogy a Hargita megye tanácsa már sokat szóra van jelen az Európai Régiók Bizottsága által megszervezett nyílt heten, az nagyon fontos. Ide kell jönni az Anna Panna babával, a székely termékekkel, a székely ennivalóval és innivalóval, és ezáltal is, de célkitűzéseink által is be kell mutatkozzunk itt Brüsszelben. A műhely munkálatainak lezárása után a székely termékeket meg is kóstolhatták a résztvevők. Nagy sikernek örventek a házi készítmények, sajtok, ízletes kenyér, tepertő és zakuszka, valamint a szörpök és lekvárok is.